Nem szökik már tovább a víz az Erzsébet téri szökőkútból, ma átadták az új szigetelést. A bruttó 7 millió forintos projekt részeként 6 rétegű, speciális rendszerrel látták el az alkotást. A műszaki átvételt követően adásunk előtt nem sokkal elkezdték feltölteni a medencét, így holnaptól ismét üzemelhet a kút. Péntek reggel tartották a műszaki átadást. Itt Balog László kiemelte, a kivitelező mellett a városi cégek, a Netta Pannonia, a Via Kanizsa és a vízmű összefogásának is köszönhető, hogy az Erzsébet tér égköve végre ismét régi fényében tündökölhet. Ez most nem az a pénzes része, ami a közbeszereztetés és egyebeken ment át, hanem a mi cégeink segítenek abban, hogy itt minden rendben menjen. Ugye jól mondom? És köszönöm. Bodó László elmondta, rengetegen jelezték számára, hogy hiányolják a működő szökőkutat a város főteréről. Szerinte a városvezetés eltökélt volt abban, hogy ez a probléma megoldódjon. A 100 feladatból egyet sikerült közösen megoldanunk, és hát szerintem közösen azon dolgozunk, hogy élhetőbb legyen a város a lakóknak. Az új borítás egy üvegszálas rendszer, ami flexibilis, tehát a kisebb földmozgások esetén is garanciát ad arra, hogy nem szökik el újra a víz a kútból. Ez egy kompozit szerkezet. Az üvegszálat lamináltuk egy speciális lamináló gyantával, és arra hordtunk még fel több réteg műgyantát. Ez kompozit szerkezetből eredően, ez egy flexibilitással rendelkező bevonati rendszer, úgyhogy bízunk abba, hogy a gyártó által megszabott tartóságot az hozni fogja. Délután elkezdték feltölteni a medencét. Amennyiben gépészeti probléma nem lép fel, szombaton visszatérnek a vízsugarak az Erzsébet térre. Szükség is lehet a hűsítésre, hiszen hétvégén ismét 30 fok feletti csúcshőmérséklet várható.